az 38 pezsgőpincészetnél vagyunk, a Decsi-hegyen, Kútvölgyben. 2021 óta működik itt a pezsgőpincészetünk. Ez onnan kezdődött, hogy a tulajdonosok gondolkodtak azon, hogy szeretnének egy borászatot indítani. Az egyik tulajdonos nekem gyerekkori barátom, akivel beszélgettünk sokat erről, és a végén, mivel nagyon szeretjük a pezsgőt, ezért arra jutottunk, hogy bort nem készítünk, hanem kizárólag tradicionális eljárással készített palacban erjesztett pezsgőt fogunk készíteni. Azt szeretném megmutatni, hogy a szekszárdi borvidékről termett szőlőből is lehet kiváló minőségű pezsgőt készíteni. Szerintünk ez sikerült is. A 2021-es évjárat az első évjáratunk, ami egy pár hónapja került forgalomba. Kizárólag szekszárdi szőlőt dolgozunk fel, főként három fajtát. Ez a Chardonnay, a Sauvignon Blanc és a Pinot Noir, illetve 2021-ben és 2022-ben még kadarkát is dolgoztunk fel rozénak. Kettőféle pezsgőt készítettünk 2021-ben és 2022-ben. Ez egy Chardonnay Sauvignon Blanc küvé, illetve egy Kadarka Pinot Noir rozé küvé. Azóta kiegészült még a szortimentünk 100% Chardonnay-val, Chardonnay Pinot Noir-ral, de hát ez majd a következő években fog piacra vagy forgalomba kerülni, mert a teljes készítési eljárás az nagyjából ilyen 3 év. Mi már augusztusban végeztünk a szürettel, tehát mi jóval korábban kezdjük a szüretet, mint a borászok. Ugye idén amúgy is egy 2-3 héttel korábban volt a szüret, de mi még náluk is korábban kezdjük. Tehát mi idén augusztus 3-án, 4-én kezdtük a szüretet, és augusztus végében mi be is fejeztük, úgyhogy minden tételünk nagyon szépen kierjedt. És nagyon szépek az alapborok. Ugye mi pezsgő alapbort készítünk, ami így alapborként az fogyasztásra nem annyira kellemes a magas savak miatt, mert kb. Ilyen 30-40%-kal magasabb a savtartalma, mint a boroknak. Hát utána kezdődik, amikor elkészül az alapbor, akkor kezdődik a pezsgősítési eljárás. Ugye itt az alapbort egy tirázslikőrrel beoltjuk. A tirázslikőr az alapvetően cukrot és élesztőt tartalmaz, illetve pár segédanyagot, és ezt keverjük hozzá az alapborhoz, majd ezt az alapbort lepalackozzuk a pezsgős palackba, és ott érleljük minimum 2 évig. És gyakorlatilag a palackban, tehát ez az eljárás lényege, hogy az erjedés, a másod erjedés az a palackban történik meg. Szeretnénk többféle szőlőt is kipróbálni innen a borvidékről elsősorban. Vannak kísérleteink, 2022-ben készítettünk egy vörös pezsgőt, ami 100% szirá, ami nagyon szép lett, de ugye annak még nem tudjuk, hogy hol találjuk meg a piacát. Ezek minden évben valamivel kísérletezünk, de most arra az alap, az a Chardonnay, a Sauvignon Blanc és a Pinot Noir, tehát ezt megtartjuk a jövő években is. Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján, ezt a forgalma alapján nagyon jól sikerült pezsgők, úgyhogy ezeket mindenképpen folytatni fogjuk. Aztán majd még kiegészülünk egyéb más szőlőfajtákkal, ami elérhető itt a borvidéken. Miután most az elmúlt pár évben fellendülőben van a buborékos termékeknek a fogyasztása, én így azt gondolom, hogy mi is hozzá tudunk tenni a borturizmushoz majd a jövőben, mert hogy nem csak a vörösborok miatt, hanem előbb-utóbb a pezsgő miatt is szívesen ide látogatnak. Többeknek van már pezsgője a borvidéken, de náluk jellemzően ugye nem ez a fő, hanem ők borászat és mellette pezsgőt is készítenek, vagy készítetnek. Ugye csak pezsgőt készítettünk, és remélünk, hogy ezzel hozzájárulunk a borvidék sikereihez a jövőben. Szekszárdi Születi Fesztiválon ott leszünk, a 10-es standon leszünk, a Vármegyeháza bejáratánál. 3 tétellel megyünk ki a Születi Fesztiválra, ez a fő termékünk, ez a Chardonnay Sauvignon Blanc, ami 60% Chardonnay, 40% Sauvignon Blanc, egy Kadarka Pinot Noir rosé, ami 50-50%-ban, illetve egy 100% Syrah vörös pezsgővel készülünk még a Születi Fesztiválra. Jelen pillanatban, miután még az értékesítési hálózatunk az még most kezdjük kiépíteni, és legfőképpen még csak gasztronómiában elérhető, és az is csak Budapesten, illetve itt Szekszárdon egy-két helyen. A fogyasztók számára legkönnyebben a webshopunkon keresztül elérhető, kiskereskedelmi hálózatnak a kiépítése az még most van folyamatban.